Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai adásunk elején a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, majd a Magyar Katolikus Rádió 15 éves fennállásáért adunk hálát. Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Pünkösd napján három fontos esemény történt. A Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője, az egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Dr. Bér Miklós megyés püspök a Váci Székesegyházban a pünkösdi szentmise keretében szolgáltatta ki a bérmálás szentségét mindazoknak, akik felkészültek a szentség felvételére, kereszténységük megvallására és a krisztusi valóság továbbélésére és hirdetésére. Ferenc pápa a legutóbbi ifjúsági világtalálkozón Panamában arról beszélt, azt hangsúlyozta, hogy a fiataloknak kell, hogy véleményük legyen az egyházról. És meg kell hallgatnunk a fiatalok véleményét, látásmódját. Tanácsot kell kérnie az egyháznak a fiataloktól. De ugyanakkor hozzátette, hogy nagyon el ne bízzátok magatokat, hogy azért hallgassátok meg időnként az öregeket is. Egymásra bíz bennünket az Úristen, és minden pünkösd az egyházunk életében, és hát különösen is a bérmálás alkalmából nemzedékváltást jelent. Mi már legalábbis az én korosztályom nevében mondom, hogy a kifutó modell vagyunk. Ti vagytok az új nemzedék, ti viszitek tovább az egyház ügyét. Ez a szép miseruha, amit itten rám adtak a sekres csébe, úgy jól megnéztem, és megállapítottam, hogy ez több mint 50 éves. Ezt onnan jöttem rá, hogy a díszesebb része az a hátsó oldala. Innen jöttem rá, hogy amikor ezt a miseruhát készítették, akkor még háttal miséztünk. Akkor azt hittük, hogy az a normális. Aztán beláttuk, hogy nem az a normális. Ha visszagondolunk szüleitekkel, nagyszüleitekkel, ami középiskolás éveinkre, hát elég régen volt. Idén volt az 58. érettségi találkozónk, még akik megmaradtunk, összejöttünk. Sokat változott a világ azóta. És a II. Vatikáni zsinat az egyházunk életében jelentette egy olyan történelmi fordulópontot, amit még most se tudtunk igazán földolgozni és megérteni. Szemléletváltást hozott ez a zsinat. Az a drága szent öreg 23. János pápa, aki zsinatot hirdetett meg, és mindenki kapkodta a fejét, hogy hát miért kell itten zsinatolni? Hát olyan jó volt eddig minden, miért kell változtatni? És az az öreg pápa azt mondta, azért, mert változott a világ. És a Szentlélek arra vezet bennünket, hogy mi új módon hirdessük meg az örök Jézusi tanítást.
új nyelven, új szavakkal, új fogalmakkal, új gesztusokkal, hogy érthetők legyünk korunk nemzedéke számára. Bizonyára mindnyájan találkoztatok azokkal a megállapításokkal, hogy valakit nagyon meg akarunk dicsérni, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy megbízható ember. Ez 50 évvel ezelőtt is azt mondta, ez ma is azt mondja. Ez egy megbízható ember. De meg szoktuk állapítani azt is, hogy ez az ember volt olyan bátor, hogy revideálni tudta az álláspontját. Fölül tudta vizsgálni az eddigi gondolkozásmódját, tudott váltani. Hogy is van ez? Van egy sejtésem, hogy a váltás akkor nem egészen elfogadható, ha valakinek a szemléletváltásból anyagi előnye származik. Nem tudom, érthető vagyok? Ilyen szemléletváltásnak nem örülünk. De ha olyan szemléletváltásról van szó, ami jobb a többieknek, akkor az nem csak hogy elfogadható, hanem követendő példa. Egyszerre kell nekünk az örök jézusi tanítást hordozni a szívünkben, újra megérteni, újra értelmezni, hiszen erről szól Jézus ígéret, amit az előbb hallottunk, hogy a Szentlélek majd megtanít titeket, eszetekbe juttatja, amit mondtam, hogy értsétek a mában, amit én örök üzenetként hoztam nektek. Egyszerre kell nekünk örök értékeket hordozni, és egyszerre kell állandóan megújulni. Egy másik alkalommal mondta Ferenc pápa, lehet, hogy Csíksomjón is mondta egy héttel ezelőtt, hogy engedjétek, hogy a Szentlélek vezessen benneteket. Legyen nyitott a szívetek, kész a szívetek, a lelketek arra, hogy amit megértettetek, fölismertetek feladatként, új szempontként, azt vállalni tudjátok. Kedves fiatal testvérek, rátok vár a jövő egyházának a vezetése. Hogy milyen világ lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 50 év múlva, gondoljatok majd szavaimra. Rajtatok fog múlni, hogy milyen lesz a világ. Ti vagytok Isten üzenetének a hordozói, a gyorsan változó világban. Csak sejtem azt, Ferenc pápánk megnyilatkozásaiból megerősödve, hogy két olyan feladat vár rátok, amit meg kell oldanotok. Az egyik ennek a sebzett bolygónak a megőrzése. Ennek a csodálatos Istentől teremtett világunknak a megőrzése, felelős őrzése, megtisztítása. Kikerülhetetlen. Mindnyájan sejtjük, hogy valami baj van. Elő szoktam venni a világ statisztikát néha, és megdöbbenve látom azt, hogy évente körülbelül egy Dunántúlnyi terület sivatagosodik el. Óriási tragédia. A vizeink pusztulnak. Az erdeink pusztulnak. A folyóink. A vizeink. A levegő.
Nyugodtan kijelenthetem, hogy aki ma keresztényként él a világban, akar élni a világban, annak környezetvédőnek kell lenni. Ez nem lehet kérdés. Környezet tudatosan kell élni. Nem szemetelni, nem pocsékolni, nem rombolni ezt a gyönyörű világot, amit Isten ránk bízott. Felelősek vagyunk érte, felelősek lesztek érte. Ez szemléletváltást igényel. És én hiszem azt, hogy a Szentlélek Úristen segít, vezet bennünket, és megszólalnak felelős emberek, és irányt mutatnak. Köztársasági elnökünk minden alkalmat felhasznál arra, hogy a vizek védelméről beszéljen. Egy csodálatos ajándék, hívő emberként rá kell csodálkoznunk erre. Ide van készítve minden, ami az életünkhöz szükséges. Igen, az ivóvíz, a friss levegő, az egészséges táplálék. Ide van készítve. De ezt meg kell becsülni, ezt védeni kell, és mértékkel kell védeni, mértéket tartva. A második feladat pedig, ami kikerülhetetlen megint, az a világ túlnépesedésének a problémája. Tegnap is megnéztem a világstatisztikát. 7 milliárd 707 millió 652 3 4 5 6 7 8 ember él ma a világon. Nézzétek csak meg, pörög az utolsó betű mind a gázóra. Rövidesen 10 milliárdian leszünk. És közben pedig fogy a termőterület, fogynak az erdők. Azt hiszem, hogy mindnyájan sejtitek, hogy felelősséggel tartozunk ezért, amit örököltünk, ezért a csodálatos világért. És megint csak merem állítani, hogy aki ma kereszténynek varja magát, és akit nem érdekel a világ túlnépesedésének a problémája, az hazudik. Vagy őrült. Kikerülhetetlen feladat. És nem lehetünk szűklátókörűek, provinciálisak, nem Európából diktáljuk a világnak a sorsát. Az egész világért felelősek vagyunk, ha kereszténynek valljuk magunkat. Együtt kell éreznünk mindazokkal, akik rossz helyen, rossz időben születtek. Nem a mi érdemünk, hogy mi egy ilyen csodálatos világba születhettünk itt a Dunakanyarba, itt Európa közepén, itt a Kárpát-medencében. Felelősek vagyunk értük, és tennünk kell valamit azért, hogy ne kelljen naponta 30-35 ezer embernek éhen halnia. Ez is a világstatisztika. Nézzetek utána. Hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. Szemléletváltásra van szükségünk, és ne szégyeljétek, ha korrigálni tudjátok az álláspontotokat. De mindig úgy, hogy önzetlenül. És a Szentlélek vezetésével, és a Jézusi példa nyomán. Ti vagytok az új nemzedék. Ma értetek, imádkozunk, kérjük számotokra, Jézus ígérete nyomán azt a belső fényt, a megértést, a tisztánlátást, a bátorságot, az elkötelezettséget. Kíváncsian várom, hogy kiket választottatok védőszentül. Előttünk vannak azok, ami szentjeink, akár magyar földön, akár a világ bármelyik részéről, akik a saját korukban képesek voltak arra, hogy a lélek emberei legyenek. Olyan gyönyörű volt ez a mai szentleszke rész. Egy lélek itatott át bennünket. Összetartozunk. És a szentjeink éppen ezzel nagyszerű, hogy annyiféle örökséggel, hagyománnyal ugyanazt a krisztusi eszményt képviselték,
akárhol is éltek. Legyetek büszkék rájuk, és megint alkalmazzátok őket, az ő példájukat, ami mostani körülményeinkre. Akkor vagyunk hűségesek hozzájuk, ha a mai körülmények figyelembe vételével akarjuk őket követni, és föltesszük a kérdést, hogy Szent Imre ma mit tenne? Vagy Assisi Szent Ferenc ma mit tenne? Szeretett testvéreim, pünkösd van, hiszünk az egyház újjászületésében, hinnünk kell. Előttünk áll a jövő, és ti vagytok ennek a hordozói. Értetek, imádkozunk, és veletek együtt vállaljuk a Jézus Krisztusba, a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. A Magyar Katolikus Rádió idén ünnepli 15 éves jubileumát, melyhez kapcsolódóan Erdő Péter bíboros prímás főcelebrálásával hálaadó szentmisét mutattak be június 4-én a budapesti Szent István Bazilikában. A szentmisén közreműködött a Diósdi Szent Gellért kórus Stibló Anna, a Vox Mirabilis kórus Zemlényi Katica vezényletével, valamint a Váci Szent Cecília kórus Varga László apát kanonok karnagy vezetésével. Az isteni gondviselés különleges ajándékának tartjuk, hogy hazai egyházunk az utóbbi 30 évben több lehetőséget kapott a tömegtájékoztatásban való részvételre. A több lehetőség persze azt is jelenti, hogy jóval több munkával, több szakértelemmel érünk el talán ugyanannyi látható és mérhető eredményt, mint régen, sokkal kevesebb eszközzel. Csak hogy sokkal nagyobb a konkurencia, sokkal nagyobb a háttérzaj. Ezért hát elfogadjuk ezt az adottságot, mert minden kornak megvan a maga nehézsége és a maga öröme. Ebből az összefüggésből emelkedik ki a Magyar Katolikus Rádió, amely 15 éve szolgálja az evangelizáció és a tisztességes, igaz és emberséges tájékoztatás ügyét, és megtalálta a módját annak is, hogy nemesen szórakoztató legyen. Természetesen egy-egy megjegyzés, egy-egy meghívott vendég valamelyik jelentése néha zavaró lehet, és a hívő ember azt gondolkozhat, hogy ennyi mi volt ez. De egyértelmű a törekvés, hogy a műsorok hitünk szempontjából is tiszták és építőek legyenek. Miközben a hírközlés technikája és filozófiája is gyorsan változik, a Katolikus Rádió tiszteletreméltó következetességgel végzi szolgálatát,
és ezzel jó nevet vívott ki magának. Nagy felmérések és hivatalos vélemények helyett hadd utaljak egy élményemre. Egyszer Kárpátalján jártam egy határ menti színmagyar faluban. Ott találkoztam a hívekkel. A templomból kijövet körém sereglettek, és elkezdték a kezemet szorongatni. Egyre másra azt mondták, hogy köszönjük. Először nem értettem. Mit köszönnek? Hiszen nem is prédikáltam. Ha beszéltem volna is, nem biztos, hogy abban lett volna ekkora köszönet. Rákérdeztem tehát, hogy mit köszönnek. A katolikus rádiót válaszolták, mert olyan jó esténként a katolikus rádiót hallgatni tiszta magyar nyelven. Hadd csatlakozzam most én is ehhez a köszönethez. Köszönöm a gondviselésnek ezt a rádiót, köszönöm a püspöki konferencia támogatását, köszönöm a rádió minden munkatársának nagylelkű fáradozását. A további szolgálathoz pedig mindnyájuk számára Isten bőséges áldását kérem. Amen. Öt évvel ezelőtt pünköstkor szólalt meg először a Magyar Katolikus Rádió, akkor hangzott el ez a szignál, hogy örömhír mindenkinek, és hát mondtunk olyan híreket, amelyek nem csak az örömhírt tartalmazzák, hanem a közélet, a politikai híreit is. Hát mindjárt így indultunk ezzel a közszolgálati vagy közjószolgálati szándékkal, hogy örömhírt hirdetünk mindenkinek, de az örömhírben benne vannak a mindennapi élet hírei is. Beszéltünk arról egymás között kollégákkal, hogy a magvető Jézus példabeszédében hogy jár el, hogy szórja a magot, és hát nem tudja, hogy a kőre esik, vagy a kavicsok közé, vagy pedig termékeny talajra, és akkor ott szárba szökkene. Ezt nem tudjuk. Nekünk az a dolgunk, hogy csíraképes legyen az a mag, amit mi szórunk, hogy a mi szavunk az teremtő, alkotó szó legyen. Hogy szívet lelkesítő, akár lángra gyújtó szó legyen. Ezt próbáljuk tenni, tehát hogyha azt keresem, hogy mit akarunk mi adni a magyar társadalomnak, hát például ezt. Hogy élni jó, hogy lehetséges, hát ez mindez az örömhír. És hát azért a másik az, hogy arra törekszünk, hogy ami média által egyáltalán átadható, azt mi a magunk módján, a mi műfajainkkal átadjuk. Tehát, hogyha valaki rászokik a katolikus rádióra, akkor is, ha ő egyébként nem feltétlenül katolikus, vagy nem templomba járó, akkor a mi szándékunk szerint a legfontosabb dolgokat itt és most innen megtudja. Ez a rádió mindenkinek szól. Mindenkinek szól, aki szereti a jó műsorokat, aki érdeklődik a világ dolga iránt, aki egyszerű rádióhallgató. Mindenkihez szól. A lényeg végső soron az, hogy a műsorok jók legyenek, és a rádió megközelítésében persze benne van az, hogy katolikus rádió, ami nagyjából azt jelenti, hogy tisztességes, hogy egyfajta megközelítési mód érvényesül, akkor is, hogyha a kressz szabályokról van szó, és akkor is, hogyha hitbéli kérdésekről. Egy nagyon mozgalmas időszak ez a 15 év. Tulajdonképpen
két nagy korszakról beszélhetünk. Beszélhetünk az első időszakról, amikor egy középhullámú sugárzással lényegében megélhettük azt, hogy egy Kárpát-medencei hatású vételkörzetű médium vagyunk, és aztán ugye egy ilyen ultrarövid hullámú frekvenciahálózatra álltunk át, ami már egy teljesen más minőségű, más feladatokat is ránk róvó időszak. Nagyon-nagyon sok élmény, 15 évet felsorolni, vagy egy hirtelen röviden összefoglalni, nem is vállalkoznék rá. Ami talán a legfontosabb, amit én kiemelnék a személyes életemből, hogy olyan munkahelyen dolgozni, ahol az ember a hitét megvallhatja szabadon, bátran, és talán ezzel a hitvallással másoknak is erőt tud adni, ennél nagyobb ajándékot nem nagyon tudok elképzelni, és ezt mondhatom nyugodtan, hogy a rádió létezése óta nap mint nap megtapasztalhatjuk. A katolikus rádió egy olyan különleges jószág, egy olyan különleges rádió, amely tényleg minden túlzás nélkül nincs még egy a világon, legalábbis az én ismereteim szerint. A katolikus egyház 15 esztendővel ezelőtt, amikor ezt a rádiót megalapította, elsősorban azzal a szándékkal tette mindezt, hogy az úgynevezett prevangelizációt szolgálja. Vagyis az a feladatunk mindannyiunknak, akik a rádióban dolgozunk, hogy az egyház társadalmi tanítását, az örömhírt vigyük el mindenkinek. A mindenki alatt pedig azt értem, hogy nem csupán a katolikus emberek számára, nem csupán azoknak az embereknek, akik magukat istenfélőnek, hívőnek, vagy az egyházhoz tartozónak gondolják, hanem azoknak is, akik ma még nem tartják fontosnak, hogy vasárnaponként eljárjanak a szentmisére, vagy imádkozzanak, vagy keressék azt, hogy az egyház mit gondol a világról. Őket egy picivel talán nehezebb megszólítani. És az volt az alap gondolat és a kiinduló pont, hogy ha ezeket az embereket szeretnénk megszólítani, őket szeretnénk evangelizálni az Isten felé, az egyház felé, a templom felé fordítani, akkor nekik mindenféle olyan dologgal kell foglalkozni, ami őket is foglalkoztatja a mindennapjaikban. Gondolok itt arra, hogy közélettel, kultúrával, irodalommal, művészettel, komoly zenével, könnyű zenével, szórakozással vagy hírekkel, mindennel, ami egy átlagos embert foglalkoztat és érint, de mindennel úgy, hogy abban egy láthatatlan kovászként benne legyen mindaz, amit az egyház gondol a világról. A Magyar Katolikus Rádióban nagyon fontosak a kulturális műsorok, talán ez az egyik zászlós hajója a rádiónknak, bízvást mondhatom, bár nem régóta vagyok a szerkesztőségnek a vezetője. Az elődöm zseniális munkát végzett, Román Kata. Rengeteg hangjátékot készítünk, irodalmi felvételt, regényeket, önálló versműsoraink vannak, nem is egy, háromféle meseműsoraink vannak. Ezeket a hallgatók nagyon szeretik. Általában törekszünk arra, hogy magyar szerzőknek a műveit szólaltassuk meg elsősorban, és arra is törekszünk, hogy lehetőleg olyat, ami úgy szoktuk ezt mondani, hogy ami ide való hozzánk, anélkül, hogy bigott lenne, anélkül, hogy vallásoskodó lenne. Tehát nem az a cél, hogy hát attól, hogy valami katolikus, attól még nem biztos, hogy jó irodalom. És attól, hogy nem katolikus, attól még lehet, hogy igenis ide való, mert elgondolkodtat, mert olyan emberi kvalitásokat mutat fel, vagy a szenvedésről, az élet dolgairól szól, ami elgondolkodásra készteti az embert, vagy ami katarzist idéz elő. Tehát az irodalmi műsorainknak egy nagyon jelentős része ez az úgymond irodalmi gyártás, ezek az irodalmi műveknek a feldolgozása. Három kiváló szerkesztő, dramaturg, rendező dolgozik ezeken a műsorokon nálunk, illetve bedolgoznak más kollégák, és kívülről neves színészeket, rendezőket szoktunk hívni. Egy másik csoportja szintén a kulturális műsorainknak, az Akvarel meghívó műsorcsoport, ezek naponta jelentkeznek. Mindenféle témával foglalkozunk, tehát nagyon aktuális. Mondhatom, hogy ma a média piacon a legjobb kulturális ajánló műsor. Nagyon sok rádiót hallgatok, úgyhogy én bátran merem mondani. Nagyon színes, sokféle hanggal, riporteri munkával, ott vannak a helyszínen a kollégáim, bejönnek a rádióba és a kulturális életnek a legnevesebb képviselői, nagy öregek, fiatal pályakezdők egyaránt.
Itt megint az az alapelv, hogy nekünk mindennel szabad foglalkoznunk. Tehát nem csak a szakrális művészet van terítéken. Mindennel szabad foglalkoznunk, hiszen a katolikus ember sem egy UFO, a katolikus ember is a világban él. Mi is ugyanazt a vizet isszuk, mint bárki más, és mi is ugyanazt az ételt esszük, mint bárki más, hiszen Jézus Urunk is azt mondta, hogy menjetek a világba, meg hogy kovász vagytok, hogy só vagytok, tehát nem kell nekünk UFO-nak lenni, tehát mindennel foglalkozunk, de a mi szemléletünkön átszűrve, és ez az, ami nagyon fontos. Tehát ezért van az, hogy aki oda kapcsol a katolikus rádióba, azt hiszem, hogy biztonságban érezheti magát, hogy lehet, hogy amit hall, az nem katolikus művésznek a műve, vagy nem katolikus művész szólal meg, de biztos lehet abban, hogy mi rajtunk, a mi értékrendünkön átszűrve kapja, amit kap, és ez nagyon fontos. A másik pedig, hogy a rádiónk legfontosabb küldetése a pre-evangelizáció. Ez benne van a szlogenünkben is, hogy örömhír mindenkinek. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek. Tehát annak a művésznek is, aki eljön hozzánk, meghívjuk interjú alanynak, ott szeretettel bánunk vele, hagyjuk őt beszélni, nem 0-26-ban szólalhat meg nálunk, hanem 5 perc alatt is akár, vagy 10 percben, vagy egy hosszabb félórás portréműsorban elmondhatja azt, amit ő szeretne mondani. Tehát, hogy megtiszteljük azzal, hogy szót kap nálunk, és óhatatlanul is ő is tisztelettel van irántunk. Nagyon sok művész, mondhatom, hogy a legtöbb minden művész szeret hozzánk jönni, azt hiszem, és szívesen nyilatkozik nekünk ezért is. Úgyhogy a pre-evangelizációnak ez a része is nagyon fontos, hogy oda mennek a riporter kollégáim, a szerkesztő kollégáim felkészülten, jól öltözötten, csinosan, nyelveket beszélve, és akkor egyszerűen ebből a framingből, ebből a keretezésből, amit némelyeknél a katolikus név jelenthet, egyszerűen ki tudnak lépni ebből a keretezésből. Tehát, hogy még a nem hívő ember, egy nem hívő művész is, hogyha arra gondol, hogy katolikus, akkor eszébe fog jutni az, hogy ja, de hát ez is a katolikus. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a művészek felé, vagy az interjú alanyaink felé is fontos misszió, és a hallgatóink felé ugyanúgy. Ha valaki ismeri Babicsot, nála megtalál minden kérdésre egy-egy választ. Neki van egy nagyon szép megnyilatkozása a rádióról, még esztergomi előhegyi korából, amikor a hegyről hallgatta, és egy prózai és egy verses részletbe foglalta az ő gondolatait. Ma vannak ilyen gondolatok, hogy a rádiónak a hullámai azok örök játékok. A rádió hullámai nem csak a földi valósággal kapcsolnak össze, hanem valahol magasabb szinten is érvényesek. Ez a magasabb szint nyilván az egek kérdése, tehát egy olyan világnak a bekapcsolása, amely mindig egy rádió műsor mögött hallható. Most egy magyar katolikus rádió mindig úgy adja a műsorait, és úgy kell adnia, hogy az adott műsoron túl meg lehessen érezni azt a belső, hátsó mélységet is, amely ennek a tartalmi részét illeti. Tehát nem lehet mellé beszélni, hanem mindig értékekre kell utalni. Ezt lehet különböző műfajokban szolgáltatni, nem kell annak csak hittannak lenni, vagy liturgikus szolgálatnak, hanem művészettől kezdve mindenek, ahogy a püspök úr is említette, mert ezek nagyon fontos kérdések, az emberrel minden összefügg. De összefügg a világgal is minden, és az Isten nélkül ezt el nem lehet képzelni. Tehát a számomra ez egy olyan szolgálatot jelent, ami pontosan ezt a programot kényszeríti rám, jó értelemben, hogy valóban megkeressek minden műsorban valami olyasmit, ami többet üzen a valóságnál, azt a másik valóságot is be tudjam kapcsolni. Tehát egy transzcendens átértékelést kell végeznem, amit el lehet mondani versben, el lehet mondani prózában, el lehet mondani egy egyszerű sejmes rétnek a látomásában, mert ezek látomások is, tehát mindig hozzá kell tenni a belső látást, vagy egy erdőmély csalogánydalos szépségével, ahogy tegnap is éppen egy új műsoromat készítem, és hát oda fontos egy ilyen madárdal is. Hát miért? Mert ezek valamire választ adnak. Olyan kérdés, amire más nem ad választ. És ezek a bizonyos túlvilági hangok, de nem úgy, hogy szellemjátékok és egyebek, hanem valamiképpen üzenetek, amit a teremtett világon keresztül kell megértenünk. És itt van a szépségnek a kérdése, és itt van a mélységnek a kérdése.
szépség és mélység nélkül nincs élet, mint ahogy hit nélkül sincs. Azért van szükség katolikus médiára, egyrészt mert hiszen a hívő ember szívesen hallgatja a rádiót, vagy adott esetben a katolikus televíziós műsort, mert igénye az, hogy nem csak a templomban, hanem a tömegtájékoztató eszközökön keresztül is ez hangozzék el. A másik része pedig az, ami szintén legalább annyira fontos, hogy olyan közeghez is szóljon, akik nem feltétlen templomba járók, de ugyanakkor az értéket, akár irodalmi, kulturális, akár szellemi, akár adott esetben vallási értéket tisztelettel fogadják és megbecsülik. Ma nagyon sok rádióadós lehet fogni, hallgatni, amelyik nyugalmat, derűt, kultúrát, értéket közvetít, az nem sok van. Úgy gondolom, hogy a Magyar Katolikus Rádió egy ilyen rádió, és szívből gratulálok a 15. születésnap alkalmából, úgyis, mint a Magyar Katolikus Rádió testvérét, a Szent István Rádió nevében is mondom mindezt. És hát nagyon örülök, és számos éven át éljen még a Magyar Katolikus Rádió, és tudjunk együttműködni a Szent István Rádió és a Magyar Katolikus Rádió. Az, hogy a rádió van, azért is hálát kell adni, és azért is hálát kell adni, hogy nagyon sokan hallgatják. Én személyesen is nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy itt dolgozhatok, mert ez egy nagyszerű munka, egy nagyszerű feladat, egy nagyszerű küldetés. És ma van Magyarországon 175 ezer olyan rádióhallgató, akik naponta, napi rendszerességgel kapcsolják be a Katolikus Rádiónak a műsorát. Hetente ez 280-285 ezer embert jelent. Ez egy nagyon nagy szám és egy nagyon nagy felelősség. Nem jelenti persze azt, hogy ezzel véglegesen elégedettek lennénk, örülünk ennek, de reméljük, hogy egyre több ember lesz majd az olyan ember, aki a Katolikus Rádió műsorában megtalálja azokat az értékeket, gondolok itt a kultúra, a művészet, a magyar nyelv ápolása, a katolikus kultúra ápolása, amelyet mi nap, mint nap megjelentetünk a rádió műsorába. Akkor lennék igazából boldog, hogyha 15 év múlva megint itt beszélgethetünk, és elmondhatom, hogy még egyszer ennyien, vagy háromszor ennyien találták meg a Katolikus Rádióban mindazt, amit számukra fontos és ami értékkel bír. Rengeteg visszajelzésünk van. Hát egyrészt a piackutató cégekkel méretjük folyamatosan a rádió hallgatottságát. Az előbbi számok, amiket említettem, azok profi médiakutatásból származnak, de ez egy viszonylag száraz, vagy nyers adat. Amögött húsvér emberek vannak, mindennapi történetek vannak, nagyon-nagyon sok szívszorító és nagyon sok nagyon kedves levelet kapunk különböző felületeken. Most már egyre kevesebb levelet kapunk postai úton, egyre több levelet kapunk közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, hiszen itt is masszívan jelen van a Katolikus Rádió. Nem is tudunk más tenni, hiszen a rádióhallgatók nagy része ma már ezeken a felületeken található, és nekünk oda kell menni, ahol a hallgatók és a potenciális hallgatók vannak. Szóval nagyon sok csatornán kapunk levelet. Vannak, akik panaszkodnak és szeretnék, hogyha az ország keleti felén is fogható lenne a Katolikus Rádió. Ez sajnos nem rajtunk múlik. Ha rajtunk múlna, akkor már mindenhol hallható lenne a rádió műsora. Mindenkori médiapolitika dönt arról, hogy melyik rádió hol kap frekvenciát. Az elmúlt 5 évben a Katolikus Rádiónak e tekintetben nem sok babért termett, de nem adjuk fel, folyamatosan pályázunk, és ha ezen az úton nem megy, akkor egy másik úton fogunk eljutni a hallgatókhoz, mert hadd említsem örömmel itt meg, hogy néhány héten belül meg fogunk jelenni egy vadonatúj mobiltelefon alkalmazással, amely mobiltelefon alkalmazás végtelen egyszerű, egyetlen gombnyomással mindenkinek a mobil készülékén lehetővé teszi a rádió műsorának a hallgatását, földrajzi korlátok nélkül, de nem csak a Magyar Katolikus Rádió ismert, és ha úgy tetszik, egyetlen műsorát lehet majd hallani ezen a mobiltelefon alkalmazáson, hanem indítottunk 10 tematikus zenei csatornát, amely zenei csatornákat hallgathatja az, aki éppen nem szöveges tartalomra vágyik, közben természetesen a híreket is meghallgathatja.
egyetlen gomnyomással lehet majd az aznapi szentmisét, a prédikációval meghallgatni, igenaptárt lehet rajta nézni, természetesen a híreket lehet rajta olvasni és hallgatni. A Katolikus Rádió hatalmas archívumában lehet majd böngészni. Szóval egy nagyon innovatív és nagyon, nagyon újszerű 21. századnak, 21. század követelményeinek megfelelő mobiltelefon alkalmazással jelentkezünk nem sokára. Püspöki konferencia tagjai viszonylag hosszan tanakodtak, hogy van-e arra elegendő erőnk, nem csak anyagi, hanem szellemi erőnk is, lelki erőnk is, hogy belevágjunk egy olyan idegen útba, ami előttünk járatlan. Merjen elindítani a Katolikus Egyház egy rádióműsort. Hála Istennek a Szentlélek győzött, és sikerült összehozni a rádiót, először az épületet, bele a technikát, közbe az embereket, és sikerült megformálni a rádiónak azt az arculatát, amely alapvetően még mind a mai napig a rádió sajátja. Ezt Juhász Judit szakértelmének, nagy szívének és kiváló tapasztalatának, tudásának köszönjük. A rádió első idejében ő volt a vezérigazgató helyettes, aki mint egy gyermekét szerette a rádiót és formálta, alakította ennek a rádiónak az arculatát. Nagyon sok kiváló rádiós embert ismerhettem meg a rádiót szolgálva és a rádióban dolgozva. Olyan embereket, akik szívüket, lelküket odaadták a Katolikus Rádiónak, és rajta keresztül természetesen a Magyar Katolikus Egyháznak és a magyar társadalomnak. Én annak örülök, hogy a Katolikus Rádió a kezdetében meghatározott küldetését mindvégig hűségesen teljesíti. Tehát az örömhírt hirdeti, nem csak szlogen, hogy örömhír mindenkinek, hanem valóban szeretnénk az örömhírt eljuttatni az emberekhez. Küldetésünk az, hogy egy keresztény kultúrát képviseljünk ebbe a világba. Nem valamiféle mindenfelől összekevert, gyökértelen és sehova nem vezető kultúrát, hanem a keresztény kultúrát, aminek nálunk 1000 éves hagyománya van. Ezt modernül, mai nyelven, a mai embernek szóló módon korszerűen próbáljuk megtenni. Én amikor azt tapasztalom, hogy a mi rádiónkba szívesen jönnek kiváló emberek, akár vezető emberek, akár a tudományos, művészeti életnek nagyszerű képviselői, vagy akár egyszerű mindennapi életnek a helytálló embereim, akkor azt hiszem, hogy ezért történik ez meg. És amikor hallom, hogy jó volt hallani ezt vagy azt a műsort, ennek a műsornak a meghallgatása gazdagított bennünket lelkileg, szellemileg, ennek igazán tudok örülni. Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végéhez érkeztünk. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!